gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Habár az előrehozott parlamenti választásokat Franciaországban bő két hónapja, július 7-én tartották, következő francia kormányfő kiléte még továbbra is talány. Ez indokolható a sokszínű politikai palettával, azzal, hogy az olimpia idén Párizsban került megrendezésre. Ez is elhúzta a folyamatot, de nagyon sok az érdekellentét. Először beszéljünk ezekről, pontosan milyen erőviszonyok húzódnak jelenleg Franciaországban az előző parlamenti választások után, kinek a szava lehet döntően. Parlamenti erőviszonyok úgy néznek ki röviden, hogy senkinek nincs abszolút többsége. Ugye, hogyha lenne abszolút többség, akkor világos lenne a helyzet, a köztársasági elnök ki tudná nevezni annak a tömbnek a miniszterelnök jelöltjét, amelyik rendelkezik abszolút többséggel, de ilyen helyzet nincs. Ez megnöveli a köztársasági elnök mozgásterét, és itt jön a következő nagyon fontos megállapítás, hogy tudniillik a francia alkotmány nem köti a köztársasági elnök kezét. Tulajdonképpen bárkit kinevezhet kormányfőnek, aki neki tetszik, az egy más kérdés, hogy ennek a kormányfőnek rendelkeznie kell a nemzetgyűlés bizalmával, vagy hát a esetünkben, mert hogy nyilvánvalóan kisebbségi kormány fog alakulni, rendelkeznie kell azzal az ígérettel, hogy nem fogja a többség megbuktatni. Tehát, hogy nem áll össze egy olyan koalíció, amely őt megbuktatja. És ez a politikai helyzet, ez a többség nélküli politikai helyzet az, ami a Emmanuel Macronnak megadta azt a lehetőséget, hogy két hónapig húzza a kormányalakítást, illetve a miniszterelnök kinevezését. Ne legyen kétségünk, ez részben egy nagyon tudatos dolog. Igen, ugye ezt ő olimpiai béke időszaknak nevezte. Ezekben a hónapokban is zajlottak titokban, vagy hát rejtett berkekben a tárgyalások, vagy valóban itt egy ilyen átmeneti nulla zóna volt? Arról is beszélünk, hogy volt-e már egyébként példa hasonlóra, hogy ilyen sokáig húzódjon a következő kormányfő kinevezése? Az elmúlt évtizedekben, az 5. köztársaság történetében biztos nem, ennyire bizonytalan helyzet 1958 óta nem volt. Szoktak utalni a 4. köztársaságra, ott viszonylag gyakran buktak a kormányok, az egy nagyon instabil parlamentáris rendszer volt, tehát az utána megalakult gaullista rendszerben ez egy teljesen új és szokatlan helyzet, az egész rendszert arra találták ki, hogy stabil kormányzás legyen, erős kormányzás, és amögött ott legyen egy stabil többség. Két dolog történt a nyáron, amit érdemes kiemelni. Az egyik, hogy együtt maradt az Új Népfront nevű baloldali szövetség, és erőteljesen kampányolt azért, hogy a jelöltje Lucie Castex miniszterelnök legyen. Ezt elutasította Macron azért, mert úgy ítélte meg a többi párt ígéretei alapján, hogy egy esetleges Castex kormány nagyon gyorsan megbukna. Tehát, hogy nem rendelkezne azzal a tulajdonsággal, hogy nincs vele szemben többségi akarat a megbuktatására. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig természetesen az, hogy maga Macron is konzultált, és próbált előállítani egy olyan helyzetet, amikor egy olyan kormányfőt, egy olyan kormányt tud kinevezni, amelyben az ő centrumpártja továbbra is játékos marad, tehát valamilyen szempontból ott marad a kormányzás közelében, és nincs tökéletes együttlakás egy másik párttal, illetve annak a miniszterelnökével. Ez a két folyamat párhuzamosan zajlott, és az időhúzás, és hogy fogalmazzak ilyen nyersen, azért volt szükséges Emmanuel Macronnak, hogy esetleg az Új Népfrontot, a baloldali szövetséget szét tudja szedni, és rá tudja venni a szocialisták egy részét arra, hogy inkább csatlakozzanak ehhez a centrum által, ha nem is dominált, de a centrum részvételével létrejött hát kormány kisebbséghez. Egyelőre ez a játék még zajlik, hiszen folyamatosan keringenek olyan nevek, olyan profilok, amelyek alapvetően a mérsékelt szocialistákhoz állnak közel, de elfogadhatók a jobb oldalnak is, tehát a miniszterelnök jelöltek személye is azt mutatja, hogy Macronnak van arra vonatkozó szándéka, hogy szétrobbantsa a baloldali szövetséget. Beszéljünk akkor ezekről a személyekről. Ugye az elmúlt napokban több lehetséges befutóról is cikkezett a francia sajtó. Az egyik, hogyha jól mondom a nevét, az Bernard Cazeneuve, aki az egyik legvalószínűbb jelölt volt, annak ellenére, hogy az ő személyét elutasítja az Új Népfront. Milyen opciók vannak jelenleg ezen a palettán? Ugye egyet már említettünk, hogy a szélső baloldal kit nevezne meg az ő preferált miniszterelnökeként, de valóban ki az, akire itt esett a választás, a többi fél kiket preferálna? Annyit pontosítanék, hogy Lucie Castex nem csak a radikális baloldal jelöltje, hanem a szocialistáké is hivatalosan, tehát a mérsékelt baloldal hivatalos jelöltje is. Bernard Cazeneuve volt belügyminiszter és volt miniszterelnök, pontosan azért érdekes, mert ő szocialista, ugye François Hollande utolsó miniszterelnöke, és van egy tekintélye azért a szocialista párt
egy részén belül, a baloldal egy részén, a jobb oldalon is tisztelik, és Macronnak ezzel az a célja, hogy azok a szocialisták, akik úgy érzik, hogy szívesen részt vennének a kormányzásban, azok esetleg gondolkodjanak el ezen az opción. Tehát itt, hogy mondjam, a törésvonal alapvetően a baloldalon belül van, és ezen belül is a szocialistákat szeli ketté, és hát nyilván Macron dolgozik azon, hogy ez a törésvonal mélyüljön. Hasonlóan érdekes profil, és inkább baloldalinak számító profil Thierry Baudet, aki hát az egyik legtöbbet tárgyalt figura, ő egy köztisztviselő, alapvetően szociális és konzultatív testületeket vezetett, nincs politikai tapasztalata, nincs kormányzati tapasztalata. Ugyanakkor az ideológiai elkötelezettsége alapján inkább kompatibilis a baloldallal, mint a jobb oldallal. Ugye itt is könnyű felismerni ugyanazt a mintázatot. És hát van jobboldali jelölt is a kalapban, Xavier Bertrand, aki egy hát jobboldali a republikánusokhoz közel álló, magát neogollistának valló figura, alapvetően a gaullizmusnak a szociális etatista ágához tartozik. Ugye a jobb oldalon is szokta azt a játékot játszani Macron, hogy szereti megosztani a republikánusokat és a vele kompatibiliseket úgymond magához húzni. Az ő neve talán kevesebbet forog, de tegnap őt is fogadta a köztársasági elnök az Élizé palotában. Ezzel együtt is a miniszterelnök totóban nagyon úgy tűnik, hogy inkább a baloldali profilok vannak benne a kalapban. Tehát majd meglátjuk, Emmanuel Macron szeret meglepetést és tud is meglepetést okozni, úgyhogy azon se lepődjön meg senki, hogyha hát valamilyen olyan ötletet támad, ami a sajtómunkások figyelmét eddig elkerülte. Mi az álláspontja a szélső jobboldali nemzeti tömörülésnek, amely ugye az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tett szert Franciaországban? Ők lehetnek faktor ezen a választáson? Ugye a nemzeti tömörülés abban a kényelmes helyzetben van, hogy nagyon gyorsan eldöntötte, hogy ellenzékben marad, ugye nem szerezte meg az abszolút többséget, nem szerzett többséget, tehát nem is tud kormányt alakítani, és ennek megfelelően jár el. Az ő stratégiájuk jelenleg a kivárás. Méghozzá egy parlamenti stratégiáról beszélünk, tehát látszik, hogy a parlamenti munka lesz a nemzeti tömörülés elképzelésének a középpontjában. Nem véletlen, hogy folyamatosan rendkívüli ülésszakot és parlamenti vitákat kér Marine Le Pen Emmanuel Macrontól. Neki az az érdeke, hogy föl tudja magát mutatni, ellenpontozni tudja magát a többiekkel, akik vitatkoznak, akik hát csak instabil kormány, kisebbségi kormány tudnak létrehozni. Tehát ilyen értelemben a nemzeti tömörülés jelenleg egy ilyen türelemjátékban van. De hagyd tegyem hozzá, hogy mindenki más a nemzeti tömörülés mellett tudja, hogy jó eséllyel jövőre újabb választás lesz. Tehát annyira bizonytalan a parlamenti helyzet, hogy jó eséllyel ezt azért nem lehet évekig húzni. Ugye 2022-ben egy ennél viszonylag stabilabb parlament jött létre, és mégis hát csak két évig maradt hivatalban. Tehát a szereplők azzal számolnak, hogy ez egy átmeneti időszak, 2025-ben új választás jöhet, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon jól tesszük, hogyha mindent, ami történik, ideértve a köztársasági elnök mozgásait, de a nemzeti tömörülését, a baloldalét és a jobboldalét is úgy értelmezzük, mint a 2025-ös esetleges nemzetgyűlési választás kampányának a nyitánya. Tehát mindenki ebben a logikában van most, Marine Le Penék is. Mielőtt még azonban a 2025-ös lehetséges választásról beszélnénk, beszéljünk arról, hogy a mostani kormányfő kijelölésének van-e végdátuma, lehet-e egy olyan időpontra számítani, amikor ezt most már véglegesíteni kell, mikorra várható ez? Alkotmányos szempontból nincs végdátum. Erről egy nagyon komoly vita van egyébként, hogy ellenfelei támadják azzal Emmanuel Macront, hogy úgymond visszaél ezzel a helyzettel, hogy nincsenek határidők az alkotmányban. Ami egy ilyen viszonylag kemény határidő, de nem feltétlenül alkotmányos határidő, az a szeptember közepe. Ugye tárgyalnia kell a kormánynak a költségvetési törvénytervezetét, brüsszeli határidők is vannak túlzott deficit eljárás miatt, és hát október elején elvileg indul az ülésszak, és el kéne kezdeni tárgyalni a költségvetési törvényt. Tehát ez egy viszonylag erős korlát, amiben beleütközik Macron, de a pletykák a párizsi hírek szerint elképzelhető, hogy akár már a mai napon kiderülhet, hogy Emmanuel Macron kit szeretne Franciaország következő kormányfőjének, úgyhogy végjátékban vagyunk valószínűleg ebből a szempontból. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk a YouTube-on is. Tartson velünk és iratkozzon fel a Trend FM YouTube csatornájára.